Hogyan élted meg ezt a mérkőzés belülről? A mai mérkőzés az szerintem, de szerinted is értékelhetetlen volt. Konkrétan a mezőnkön kívül szerintem nagyon semmit nem vittük ki a pályára. A csapattársaim 99%-ában nem volt lélek, lélektelenül játszottunk. Szívem szerint a második fél időben ki sem mentem volna a pályára, megmondom őszintén, ahogy néhány ember hozzáállt ehhez az egész mai mérkőzéshez. Egyszerűen nem találom a szavakat, tehát hogy nem tudom, hogy ilyen hogy fordulhat elő felnőtt szinten, hogy semmilyen felelősségtudat nincs a játékosainkban, semmiért nem vállalunk következményt, nem vagyunk következetesek, tehát hogy ez az a baj, nem tudom szépen kifejezni magam, csúnyát meg nem akarok mondani, de majd inkább azt az öltözőben elmondom a srácoknak, hogy mi a véleményem a mairól. Sajnos ennyi volt ebben. Ugye az előbb a csapatkapitánya az volt a kérdés, hogy hogyan látta belülről a mérkőzést. Most ugyanezt kérdezem tőled is, hogy kívülről te hogy láttad ezt? Igazából úgy lehet szerintem összefoglalni ezt a mai mérkőzést, hogy az ellenfél egy nagyon jó felkészített csapat, aki ezen a műfős pályán egy nagyon jó begyakorolt játékot egészen magas színvonalon tud játszani. Mi pedig gyakorlatilag partnerek voltunk ebben. Még azt mondom, hogy még talán ez sem igaz, mert még edzőpartnernek is gyengék voltunk. Tehát igazából az a véleményem, hogy az ne futballozzon, aki nem akar semmit a pályán. Aki föl tud úgy menni, hogy körülbelül az az ember érzése, hogy azt sem tudja, hol van. Az a véleményem erről, hogy mindenkinek át kell gondolni, hogy szeret-e meg akar-e futballozni. Ha szeret meg akar, akkor így kell hozzáállni a jövő héttől. Ugyanis még benne van, hogy kikapsz nagyobb különbséggel is. De még most azt sem mondhatom, hogy az ellenfélnek minden összejött, nekünk meg semmi. Ugyanis nem az történt, hanem egyszerűen az történt, hogy mi megadtuk magunkat. És én nem ez vagyok, aki valaha is bármiben is megadja magát. Úgyhogy ezt várom el a játékosoktól is a folytatásban, és annak tényleg nem kell maradnia, aki megadja magát.